Kamerákkal és éjjellátó készülékekkel is figyelik a szerb-magyar határszakaszt a rendőrök. Egyre több munkájuk van, hiszen naponta már több mint 1000-en próbálnak illegálisan belépni Magyarországra. Idén eddig már több mint 85 ezer menekültet fogtak el a határokon. Készül a próbakerítés Móra-Halomnál. A kormány kedden dönt arról, hogy a négy típusból melyiket építi fel a 175 km hosszúságú szerb-magyar határszakaszon. A tervek szerint a legnehezebben megmászható kerítést választják majd. Ez nem esztétikai kérdés, azon sem kell gondolkodni, hogy vajon kinek milyen sérülést okoz a kerítés. Egy dolgot kell a kerítéssel csinálni, tiszteletbe kell tartani, nem kell megmászni, és akkor az ember nem sérül meg. Az ellenzék szerint a kormánynak nem lesz elég a kerítés. Mi lesz majd? Technikai zár? Aknazár? Vagy mi lesz? Megint a vasfüggöny leereszkedik? Erről egyelőre nem beszélt az ORFK határrendészeti vezetője. Azt viszont elmondta, hogy több mint 1300 rendőr felügyeli ezt a határszakaszt 10 fix telepítésű hőkamerával. A nem lefedett részeket pedig mobil hőkamerákkal figyelik. Egy mikrobuszra vagy egy terepjáróra van szerelve közel ugyanolyan minőségű hőkamera, mint ami a tornyokon van, és ezeket használjuk még pluszba. Mindemellett azért használunk még kézi hőkamerákat is, illetve éjjellátó készülékeket is, valamint területvédelmi rendszert is, annak érdekében, hogy biztosan el tudjuk fogni az illegális bevándorlókat a schengeni külső határszakaszán Magyarországnak. Most vasárnapig idén több mint 85 ezer menekültet tartóztattak fel. Csak nem valamennyien a szerb-magyar zöld határon átléptek be az országba. A menekülők száma szinte minden nap 1000 fölött volt. A menekülők 60%-a Szíriából, Afganisztánból, Irakból, Bangladesből és Pakisztánból érkezett az országba. A 4 méter magasságúra tervezett 175 kilométeres kerítés építése augusztusban kezdődhet, és a munkálatok a tervek szerint november végére fejeződhetnek be. A kormány 6,5 milliárd forintot különített el erre.